Ezt én szeretném megköszönni mindenkinek, hogy elment szavazni, függetlenül attól, hogy ránk szavazott, vagy más jelöltre. Fontos volt ez a választás, mert véleményem szerint változásra lett ma szükség a város életébe, ez csak részben valósult meg, mert ha összehasonlítjuk a 4 évvel ezelőtti eredményeket a mostanival, megváltozott a testület összetétele. Én úgy érzem, hogy mi mindent megtettünk a választás sikeressége érdekében. Az összes induló szervezet közül mi voltunk azok az egyetlenek, akik legkevesebb pénzt költöttünk rá, 10-20 részét, mint más szervezetek. Ez megjelent a propagandában és plakátokban, mindenben, és ez befolyásolta a választás eredményét, mert szerintem a választók nem egy-egy program mellett szavaztak, hanem egyes személyekre, meg egyes propagandákra szavaztak, akik jobban meg tudták őket győzni. Mi jobb szereplésre számítottunk természetesen, mert a jelöltjeink jó programot képviseltek, amikor elindultak. Sajnos ez az eredmény született, mondom még egyszer, jobb eredményre számítottam. Én elolvastam mindenkinek a programját, és úgy látom, hogy a programokban sok a közös elem. Ezzel alapján a különböző indulók össze tudnak majd fogni. De véleményem szerint ennek az a feltétele, hogy tiszta lappal induljunk, ami nálam azt jelenti, hogy az űrös ügyeket, pletykákat, mindent tisztázni kell a városban. Ezt nem szabad elaludni, tehát nem szabad hagyni azt, hogy elaludjon és feledésbe merüljön, mert továbbra is akkor kétségek vannak a lakosság körében, hogy ez vagy az a képviselő elkövetette valamit. Ha ezt tisztáztuk, utána könnyű lesz összefogni. Jelen állás szerint az MSZP-nek hány képviselője van bent a testületben? Hát a jelen állás szerint egy képviselője van bent, eddig is egy volt, tehát mi nem léptünk vissza, mi szerettünk volna lépni. A testületben érdekes arány van, ha minden igaz, most 6-5 arányban van az eddigi városvezetés, illetve akik nincsenek benne a városvezetésben. Régebben ez 8-3 arány volt, tehát ebben is változás van. Ennek a számuk különben azt mutatják, hogy a városlakói többé-kevésbé elégedetlenek voltak a mostani városvezetéssel, de utolsó 1-2 hónap kampány munkája, az átadott beruházások, egyebek a városvezetés lakói egy részét arról győzték meg, hogy jó úton van a mostani városvezetés. Vélemény szerint nagyon sok hibát elkövettek. Ebből az eredményből nekik is okulniuk kell, és nekik is érdekük az, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Tehát kiderüljön, hogy igaz az egyik pletyka, vagy nem igaz. Tehát nekik is ez érdekük.